Képzeljétek el, hogy Urbex Gyura barátom meglátogatott minket a családi kúriánkban. Nézzétek! Egy soha el nem készült, elhagyadott szellemkastély, vagy inkább egy luxus villa. Nem is tudom, melyik találóbb. Amíg így is több mint 500 milliárd forintot érő tornyos oszlopos épület és területe hosszú évek óta áll befejezetlenül. Ezt kapjátok, hogy mekkora kulcsa van. Ez kulcs, gyerekek. Azt a betyárját. Wow! A főbejáraton belépve egy grandiózus lépcsőházban találjuk magunkat, felnézve szinte szédítően nagy terek vannak, a toronyba vezető lépcső pedig még el sem készült. Az épület 1998 óta áll így befejezetlenül, 20 szobát és 2 nagyobb konferenciatermet foglal magában. Az épület jó lehet idősek otthonának, magániskolának, gyermekotthonnak, vagy akár egy tucatjával olcsóbb típusú családnak is. És ezért az egész ingatlanért csak 120 millió forintot kérnek, ami ahhoz képest nem olyan sok, bár legalább 5-6-szorosát rá kell majd locsolni el az épületre, az biztos. Ahhoz, hogy a kastélyt végre befejezzék és új lakók költözzenek be, először a régieket kell kilakoltatni. Jesus Christ!